Okay, shall we go then? Yes, okay. Okay, thank you. Na mindjárt jövök, Ferenc, elmegyek. Elmegyek, hajókázom egyet. Levideózok nektek mindent, jó, amit lehet. Na azt a videót fel, ami az nagyon-nagyon, azt a nagy hullámot, azt a videót fel. A hullámot? Jó, mert levideózok neked. A nagy hullámokat, ahogy átnéz rajta. Jó, rendben. Te vagy, igen? Annyira cukin ül itt melletted. Felmegyek hajózni. Befűztek itt az étteremben. Na mi van? Mégis velem jössz? Oké. De addig nem fog elmenni a kutyám. Nem fog elmenni. Jó van, gyere velem, drágám, akkor. Felújjon az egész kutya csapat. Igen, add a kezed, bogaram. Beszállunk, oda nézd, az a mi hajunk. Sorry? Oysters. Oh my god. Itt lehet oyster, az oyster nevű kagylót itt lehet megtalálni. Én nem szeretem, de anya szereti. Anya? Anya azt hiszem szereti az oystert, igen. Ah, on the side. I don't see where it is. Nice. Most a srácok kimennek és szednek egy kis oystert nekünk. Hát jó. Még nem ígértem meg nekik, hogy meg is eszem. De tudom, hogy ez finom egyébként, csak én ezt szeretné hozzá a kagylót. Put some lemon and we can eat fresh. All right. Yeah. I will show you when we go there. Okay. It's very hard to open. Ah, okay. So we need some many things. All right. So after that we can show you how to. All right. Okay. Thank you very much. Thank you. Nem túl szép, de állítólag nagyon finom és ez nagyon drága. Az emberek nagyon drága pénzért veszik. Mesélték, hogy ez itt egy buddha szobor mögöttünk, és ehhez imádkoznak a halászok, minden halászat előtt idejönnek, és itt még egy utolsó ima, és aztán mennek a tengernek. Az pedig ott Colombo. Colombo egy eléggé komoly méretű város. This boat, every evening when they're going to have to fishing, come after 3-4 days later. All right. This morning coming with big fish. Nice. Ez egy halászhajó, és most mesélt el a bácsi, hogy ezek 3 napig voltak most tengeren, és egy óriás nagy hallal jöttek vissza. De már nagyon régi. Ez nem egy új hajó, ez régi hajó, bizony. Very old, very nice as well. England, Queen Elizabeth Hotel. Is it? Ah, amikor még ez angol gyarmat volt, akkor jött ide a királynő, az angol királynő.
De nagyon hullámzott, mint szó. De azért... Jó, de nagyon eljöttem volna. Tényleg? Na, láttam, hogy legúgyis jövünk még ide, drágám, akkor még megyek veled is egy kört, jó? Most már tudjuk, hogy ez milyen. Oda néz, hányan húzzák ki azt a kérdést. Képzeljétek el, kihaláztunk. Oyster. Oyster. Ó, mit sziasztok? És ezt meg lehet kóstolni. Meg is csinálja nekünk? Meg. Nem veletek? Meg. Gyere, Mico. Látni fogjuk, hogy csinálja? Látni fogjuk, aha. Azt hiszem késsel ki fogja nyitni, és akkor úgy esszük meg. Elfogytam. Ennyit mondjad, igen. Köszön segítséget, de nem támogattok lelkileg. Ákos, meséld el tenne, égessél be. Szigiri a rock szó összetételt, Nóri tegnap elmondta 38-szor, 40 fokos melegben, kitártanul. Ma viszont valahogy így hangzott, hogy... Szigiraja. És 10-szer egymás után. Szigiraja rock. Ja, nem, bocsánat, elnézést, mindenki tudottan 40 versenyző. Jó, oké, most jól lesz, újra kezdem. Na, hát indulhattok már is a Szigiraja rockhoz. Már ők rögnek rajtam. Szigiria! Szigiria! Rock! De az a baj, hogy... És még útban is vagyunk. Útban is vagyunk. Jó, de én vagyok a műsorvezető, én benne lehetek a műsorban. Az nem baj. Na jó. Szóval az a baj, hogy 40 fokon, tűzőnapon állunk egész nap. Elfogyott az agysejt. És igazából ennek az egésznek, hála Istennek, egy dolog tud véget vetni. Az, hogy lemegy a nap. Most rám vártok? Egyszer megmutatom, csak hogy lássátok, hogy így mennyi szövegről beszélgetek. Hogy mi az, amivel ennyire sikerült leterhelni az agyamat, mindemet én nem panaszkodni akarok, hogy nyilván ez a munkám. Ami át van húzva, azt már felvettük. Amúgy ezeket speciál még első nap, tehát ezek már megvoltak, ezt még nem vettük fel. De minden, amit itt feketével láttok, azt be kell pakolni a fejembe. És ez nem úgy van, hogy ezt én otthon megkapom, és akkor előre kitalálom, meg bemagolom, hanem nap elején az Ákos odaadja a kezembe ezt a papírt, és akkor így a rövid távú memóriámba próbálom ezeket az infókat eltárolni. És akkor a megfelelő ponton elővenni és elmondani. Csak 40 fokban már nem mindig sikerül. Közben tudom, hogy a családom szerencsére nagyon jól van, és jól érzik magukat, úgyhogy emiatt megnyugodt vagyok, és boldog, és örülök, hogy ők jól érzik. Ó, oh, itt van? Ja, tényleg ott vár. Mosolyog. Téged várt. Elő még így járt, aztán meg el. Ez jó. Ebbe kagyló van, hát ez maga a kagyló. Ezért emberek nagyon sok pénzt fizetnek, drágám, egy étterembe, hogy ilyet tegyenek. Késsel ki fogják nyitni. Igen, de apa, leúsztak érte? Le, kiúsztak. Szóval meg fogod kóstolni? De azt így nyersen eszik, vagy vettük? Nyersen, persze, egy kis citrommal. Én most ezt meg fogom kóstolni, bár soha nem ettem, és azért nem ettem még eddig, mert még sose volt gusztusom hozzá. Így, hogy ilyen friss. Azért, ha már itt vagyunk, akkor kóstoljuk, nem ilyen. This is the best seafood. A best seafood, jó. De legkisebbet kóstolom, meg nem baj. Ki akar lenni az első? Legyek én az első? Figyelj, megkóstolom. Figyelj, az arcomat figyelj, csak az arcomat figyelj. Ez nagyon jó. It is nice. Tényleg jó. I thought it was gonna be bad, but it's nice. Tényleg jó. Nagyon jó. Miért osztod? Nem mondom, hogy minden nap ennék ilyet, de finom. Megkóstolod? Finom, Miki. Kóstold meg, hogy szereted az ilyeneket. Igen, nagyon pici. Oké, egy kicsit harapjál bele, gyere. Picit kóstold meg, legyél bátor. Így olyan pici? Kika békje. Az a baj, hogy a kutyám nem engedi, hogy kivegyem a fejét.
kaptak olyan kagylót. Kagyló van a szájában? Igen. De nevet ki, hát amit bevesz a szájába. Egy állatnak az, ami a szájában van, az már az ő. De nem fogja lenyelni. No, it's nice. Thank you. It was interesting. And sadly, we need to go now. Gyere, gyorsan kézmozgás! Add a kezed, te rossz csont! Szia, tengerpart! Ez jó volt! Köszönjetek el a parton nekünk! Thank you, bye-bye! Thanks a lot! Ez azért kemény. Kijövünk itt a, egyébként szupi strandról. Vasút! Itt gyülekeznek a madarak. A kezed, bogár! Hello! Annyira jó helyen rejted el a papucsot! Mindig igen! Na, beszállás, gyerkőcök! És a mit a halál? Perc választott el! Ja, itt a papucsom, ezt már teljesen itt hagytam. Annyira koszos a lábam, ezt meg sem velem mutatni. És ezért nem vettem. Mikes meg? Nem, nem. Ez rettenetes. Goodbye! Hamarosan újra találkozunk. Itt pakolgatják össze a kellékeket, zászlókat és minden egyebet. Hát, ránk ma még vár egy hosszabb utazás, és mi mindig nem vagyunk kész. Még fel kell vennünk néhány felkonferáló szöveget, de erre a zenére azt hiszem, hogy egyikünk se számított. Hellosztok! Na, hellóka anya! Nagyon jó kis napunk volt eddig neked. Ja, most kaptam egy kávét végre, ami rendszerűen több problémához, és reggel ott nem ittam rendes kávét, pedig még kortjáltam. Úgyhogy az ebből az a csoda, hogy én csak most szokott le az anya. Tehát majd jelentkeztek, jó? Jó, hívunk, ha már ott vagyunk, vagy bármi. Jó, na, jó, puszi. Hívjátok. Puszi. Pusz, 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 pusz. Ez egy hotel. Csak ennyi emelet van. Csak ennyi? Nem elég nagy, nem ilyen kis hotelek, hogy csak egy ilyen veled van, az kérdezi. Megyek meg, beszélek a recepcióval. Jó, gyertek be. Csak cipellőt kéne vennetek. Jó. Nana Sipo? Yes. 03 and 04. He belongs with me forever. Then put him in a box and send. Mama, thank you so much. Zsuska, gyere nyugodtan, megvan a szobád is, neked is. De abban is itt kávé, de... Ez egy régi lift, az egy nagyon régi hotel, de nagyon jó. Third floor, yeah? Jó, meg a hármas, Gizuska. Oda nézzetek, ennek nincs is ajtaja, csak egy ilyen rács. Ilyen volt régen a lift. Olyan régi lift, hogy mindig megy. Elkezdtünk a mai szálláshelyünkre. Cipeli utána a bőröndet, ó, de jó. És csak így el kell húzni a rácsot. De jó, nekem ez nagyon tetszik. Mehetünk és fölsenni, mert bezárnak. Ez nagyon szép szerintem ez a hotel, gyerekek. 301. 301.
Na mi van? Rocs. Rocs, igen. Mindenütt jó, a legjobb rocsja. Ez egy örök igazság. Mindenütt jó. A legjobb rocsja. Igen. Most azt hiszem semmi másra nem vágyom, mint egy forró zuklatos. Nagyon gyorsan. 300, itt a 303-as. És ott meg a 304-es, itt még mellettünk. Ez mint egy régi padlás. Igen. Ez egy régi padlás. Nagyon. Gyönyörű szép. Olyan, mint egy régi kastély, inkább azt mondom. De. Kastélypadlás. Jó, ezt tudom már. Olyan szerű, amikor tudjátok, hogy így a mesében nincs, csak meghúzik így a tűzes szép, és akkor kinyílik egy ilyen átjáró. Ez majdnem olyan. Igen. Csak itt nincsenek átjáró. Na nézzük meg a szobát. Thank you very much. Ó, adok egy kis borra van. Thank you very much. Thank you. Nyomnék egy room tour-t. Annyira kepisélem, hogy ezt majd azután fogom. Húha! Kapcsolok itt. Ez az. Hey, de vicces. Van gyerek át, kettő. Van még egy szoba. Ó, hát ez... Szuper! Ez rendben van. Tök jó, meg van csinálva. És itt van még egy fürdőszoba is. Oda nézzetek mekkora. És igazi kád van. Megnézzük a kis szobáját is. Igen. Csak látod, hogy ez is. De húzzátok be még. Hát gyere, szálljatok be. De. Szállj már be, ne félj. Nyugodtan szállj be. Na, ne veszetek össze. When I wake up, you better see my babies, and I'll be good now, please. If he's the one that gets my wish, tell me. Rumpli. Pusika. Ez halacska. Halacska. Mi ez? Ez DJ-ből van kifalni. Azt a mindenit, ez tényleg fantasztikus. Igazi DJ. Tell him he's my lucky baby, if he's the one that gets my wish. Szerintem erre még a zuhanyzásnál is jobban vágyom. Na, halló, nem izú? Halló. Tedd a füledre, nem fog hallani. Halló. Hallja. Kicsit félelmetes. Meg még a lift is. Olyan, mintha egy börtönbe járnék a lift. Mikor jössz? Jó. Jó. Igen. Igen. Amilyen már a párban visszajöttünk a hajóval, addigra már elaludt. De én próbáltam felébredni. Még soha nem telefonáltak így, telefonnal soha. Hát adott. Átadod? Elfáradtam egy kicsit, de végig álltam. Add ide! Hello, anya! Nagyon hard vagy. Nem, csak nem a füledbe teszed, ide kell tenni, most lesz jó. Körülnézünk. Vicces vagy itt, de kicsit félemetes. A hely, azt már mondtam, de nekem van. From melting down the night, black in this room. It's finally right. Kérem! Mici! Látod a srácok? Már nagyon nyugodik itt. Nagyon-nagyon nyugodik. Kérem! Kérem! Anya! Two perfect strangers in the skies. Na, Vencuska, most beszélhetek én is anyával? Még akarom. Megtaláltuk az irodát. Az iroda, ahol a bácsik majd jönnek? Az összes szennyesünket ide lehetne tenni, Vencuska. Ez itt a beosztás. Ebből mindenki tudja, hogy mi a dolga. Emberekre, helyszínekre, stábtagokra, napokra bontva, őrület.
most nem hagyjátok már abba a telefonálást? Figyelj, annyira jó, most ez először van így, hogy, hogy így a fülülköztettem, és most nagyon rákaptak. Nem tetszik nekik. Igen, nagyon, nagyon vicces. Oyster. Te szeretem Oyster kagyót. Köszi. Nem tudom. Én tényleg rád gondolom. Na, tényleg rád. Nem üresztem. Bemegyünk a főbejáraton, lesz egy hosszú, hosszú útvonal, ahogy sétálunk, és utána még úgyis tudsz korrekciót, hogy persze meg kell is majd az okay. Oda, oda megyünk föl. Azt az őrült ötletet támadt Ákosnak. Ő a hibás. Menjünk oda föl a szikla tetejére. Jó, meggondoltam magam, legyen inkább itt a kocsolja. Wow, azért ez monumentális. Nagyon szép. Nagyon komolyan néz ki. Szép. Nagyon meleg van, és nagyon messzire megyünk még. Igen. Fú. Ez kemény. Mesélyes anya, menye. Gyönyörűen kezdődik ez is null. Jaj, Ákos. Úristen, oda fölnézel. Hol bekezdtünk? Elérkezett, meglátom a pontot, hogy megkérdezzem, hogy vajon az összes ország műsorvezetője túlélte az első kompot? Minek sminkeltetek? Nem tudom, lefolyt az összes. Nagyon izzadt vagy. Hömpölyögnek ide az emberek, hömpölyögnek. Hihetetlen, hogy itt ekkora forgalom van. Érdekes dolgot tudtam meg, azért nem szabad drónozni, bár pont nincs zsó, mert ott hagytam a távirányítóját, és hát benne a hotelben, mert itt élnek olyan darazsak, amiknek a csípése brutális, és a drón zaja, aztán meghallják a darazsak, attól megijedhetnek, és támadásba lendülnek. Ha meghalljuk a méheket, akkor mindenki dobjon el kapát, kaszát, ásót, tehát minden eszközt nyugodtan hagyjunk itt, és rohanjunk be ebbe a hálós shelter, ez egy ilyen védelmi hely, mert nincs más út, tehát ha itt maradsz, megesznek. Ha 7 darab megcsíp egy embert, akkor az olyan erőteljes méreg, mintha egy kígyó marna meg, ami halálos. Úgyhogy most emiatt megy itt az egyezkedés. Nórit kirakták a napra, ő közben ott dolgozik, most azt hiszem, hogy én is amellett vagyok, ne drónozzunk, ha lehet. Nem szeretném, hogyha 8 darás csípné. Hey.
never be anybody else's baby. Várjál! Nem tudom vágni, megállok, meghalok. Jézusom! Borzasztó. Borzasztó. Hozzák fel a táskákat, atyavilág. Ott vannak a darazsak. Ott van a kaptár. Összecsukom egy picit. Közben belekap a szél és lefújt. Nagyon para. Igen. A filmrajongók számára is ismerős lehet, hiszen az Indiana Jones és a Végzett Templom című film egyik helyszínéül szolgált a zenérű szikla. Ez bárhányszor elmondom. 44 fokba is? Igen. Akkor csak korrekció kell? Igen. Vagyunk. Igen, mi készen vagyunk. Fú, ez nagyon kemény, igazából nem is a magasság, hanem a 40 fok van a magasság. Az a jó, hogy itt vagy, mert ezt ha elmesélem, úgysem hiszed el. Igen. Hogy ez milyen volt. Ezt én sem hiszem el. Hát ez varázslatos egy hely. Brutál. Tényleg egyszerűen brutál is. Így sétáltunk be. Nagyon nem jó, hogy ezek odálltak elénk. Nem, rohadtul nem. Szörnyű. Fel kellett volna őket venni. De Ábel, ez egy verseny. Becaik is próbálnak nyomulni, előre törni. Ezt őket igen. Nem szabad, hogy előre engedjük. Az a baj, tudod, hogy most a hajszáért megy. És én ne haragom, nem akarok hajszázni. Na, a be. Ázsia Express. Hétköznap esténként a TV2-n.